Kartali Szent Erzsébet egyházközösség szervezésében második alkalommal rendezték meg a Caritas tábort 2014. június 30-a és július 4-e között a Mindenki Parkjában. A vidám és színes programokat nyújtó táborban 56 alsótagozatos tanuló vett részt, akik egytől egyik kartali gyermekek voltak. A Caritas csoportunk 2012. november 19-ével Szent Erzsébet napjával alakult meg, Tamási József atya támogatásával, és úgy gondoltuk, hogy mindenhol van már Caritas csoport, csak nálunk nincs, és elég nagy község vagyunk ahhoz, hogy nagyon sok embernek szüksége van ránk. Így 2012. decemberében már csináltunk élelmiszergyűjtést, 2013 Nagyböjtjén már csináltunk élelmiszergyűjtést ugyanúgy osztással, és közben elterveztük, hogy csinálunk egy Caritas tábort is. Hát az első napokban csináltunk karitászos kitűzőt, amit mindenki megkapott, névtáblákat, hogy mindenki tudja a másiknak a nevét. Megcsináltuk a logóját a Caritas tábornak, amit felraktunk a 2014-es évre is. A második napon elmentünk a Lázár Lovas Parkba, amit itt szeretnénk megköszönni a Lázár Lovas Parknak, hogy fogadott bennünket. Nagy szeretettel lovas bemutatót tartott a gyerekeknek. Volt szövésünk, volt fonás, volt Angyélka nénivel a szalmafonás, Bognárné Edittel a csuhézás, Bodorné Ágival volt rajzolás, hitoktatás, volt nemezelés. Hát szerintem nagyon sok minden volt, én így nem is nagyon tudom elmondani, mert festettek a gyerekek új festéssel, nagyon sok mindent csináltak. Közben énekeltek, mert hitoktatásunk is volt. A Balázs bácsival és Ági nénivel másfél órát töltöttek a templomban naponta. Abba volt gitáros éneklés, hittantanítás, váltott csoportokba voltak. Az egész csoportot felosztottuk 6 csoportra, és mindenkinek volt csoportvezetője, és minden nap másik gyerek volt a csoportokba, mert el volt nevezve minden csoport egy-egy szentről, és a csoportok szentekről voltak nevezve, szent csoportok voltak mind, és azokról is tanultak a gyerekek, amilyen csoportban voltak aznap. A délelőtti programok a Szent Erzsébet templomban kezdődtek a táborozóknak, ahol a hittanórát közös éneklés előzte meg. A helyi általános iskola pedagógus közössége is segítséget nyújtott a tábor megvalósításában. Tavaly évben kezdődött az együttműködésünk, amikor Petőné Marikáék a Caritas csoportot létrehozták. Egy közös lelki gyakorlaton vettünk részt, ahol felvetődött az ötlete, hogy kellene nyári tábor tartani, mert hallottuk, hogy van ilyen lehetőség. És ekkor egy nagy összefogás kezdődött, kezdett körvonalazódni. Kollégák nagyon szívesen jöttek ide a táborba, vállalták a tavalyi évben a 2 hetet, ki egy napra, ki egész héten, ki több napra, körülbelül 10 fő volt a tavalyi és az idei évben is, aki részt vett benne, de nyugdíjas kollégáink is részt vettek, illetve a versegi tagintézményünkben dolgozó kollégánk is eljött ide. Ifisek, ifis hittanosok, középiskolások, de egyetemista is van itt segítőként, aki részt vesz abba, hogy a gyerekeknek ez a táborozás megvalósulhasson. A tábornak helyszínt adó Mindenki Parkjának megvalósításában nagy szerepet vállal Tamási József címzetes apát. Ez a program is bővülhet, amit van, mint hogy most is voltak például innen kirándulni a Domonyvölgybe, hogy egy kicsit ki is mozduljanak innen, és ott is rosszalkodhassanak, ne csak itt, vagy pedig, mint hogy az idén bővült ennek a Mindenki Parkjának a készlete, a járóka szerkentyűvel, vagy éppenséggel leraktuk ennek a területnek járólappal az alját, hogy könnyebben legyen tisztítható, jobban érezzék magukat a gyerekek rajta. Tehát itt program, létszám, korosztály,
Nekem nagyon nagy szívügyem lenne, hogy itt jöjjenek össze például a fiatalok rendszeresen, és nemes kultúrával töltsenek itt el időt. A gyermekek között több barátság kötődött a Caritas táborban. Hát először is nagyon jó volt, amikor az első napot elkezdtünk ott kézműveskedni, utána a második nap már a Lázár Lovas Parkba mentünk, ott is nagyon jól éreztem magam. A harmadik nap is szintén kézműveskedtünk, játszhattunk, fantasztikus volt, és már csütörtökön már nagyon szomorú voltam, hogy ma lesz az utolsó nap a táborból, és ma is nagyon jól éreztem magam. Hogy imádkoztatok a táborba, és mikor? Hát énekelve imádkoztunk, ebéd előtt és ebéd után, meg reggel is. A templomba, mikor átjöttetek, akkor ott milyen foglalkozásokon vettetek részt? Hát megtanultunk sok mindent. Milyen énekeket tanultatok? Hát gitároztak, és ahhoz ilyen énekeket tanultunk, ilyen templomi énekeket, meg zarándokleti énekeket. Jól érezted magad ebbe a táborba? Szeretnéd, ha lenne következő? Igen, nagyon szeretném, hogy még egyszer legyen egy ilyen tábor. A foglalkozásokon résztvevő fiatalok hozzátartozói is támogatták az ötnapos tábort. A tábor programjain túl mivel kedveskedtek, milyen finomságokkal a gyerekeknek, és ezt kik biztosították? A tábor programjain kívül a szülők és nagyszülők, hozzátartozók nagyon sok mindennel támogattak bennünket, úgy a gyümölcsel, mint palacsintával, lángossal, kenyérlángossal, cukorkákkal, nápolyval, szörpökkel. Tényleg mindennel el voltak látva a gyerekek, reggeltől estig tudtak enni nyalámságokat, fagyizni voltunk a gyerekekkel. Szerintem jól érezte mindenki magát, és nagyon sok mindent kaptunk, és nagyon szépen köszönjük a támogatást, nem csak a erkölcsi, hanem az anyagi támogatást is, amit kaptunk mindenkitől. Konkoly Mária, a Caritas csoport vezetője szerint ismét jól sikerült a Caritas tábor. Hogyan tudná összefoglalni és értékelni az ezévi tábort? Hát szerintem 100%-os volt, legalábbis a gyerekeknek a minden reggeli, meg minden délutáni visszajelzéséből, mert minden reggel úgy indítottunk, hogy ki az, aki nem akart jönni, és nem volt jelentkező, és ki az, aki akart, akkor az engedt az udvar. Délután ugyanúgy megkérdeztem tőlük uzsonna után, hogy kinek volt nagyon rossz a tábor, senki nem válaszolt, és ki az, aki nagyon jól érezte magát, és örömújongás volt, tapsvihar. Szerintem ettől többet nem lehet elvárni a gyerekektől, meg ettől nagyobb boldogság nincs, mikor a gyerekek örömmel jönnek, és örömmel vannak itt, és azt mondják hétközepén, hogy Marika néni, de akárhogy már csütörtök van, és de jövő héten is jöjjünk még. Én úgy gondolom, hogy ez mindenről beszél, úgyhogy ettől több nem kell. Az én szívem ilyenkor nagyon örül.